Július 14-én kezdődik a Szilvásvárad Masters nemzetközi fogadhajtó verseny, amellyel kapcsolatban Cseri Dávidot, az állami ménesgazdaság igazgatóját kérdezzük. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Köszöntök mindenkit. Ugye három lovasport szakág képviselteti magát ezen a versenyen, na de melyek ezek? Van, ugye most elkezdjük a sorda fogadhajtással, két hét múlva a díjugratás következik, és majd ősszel lesz a díjlovas szakág képviselve. Ebből a három szakágból kettő a fogadhajtás és a legutóbbi szakág, a díjlovaglás, az világkupa forduló is egyben. Ja, mondjad. Alapvetően egyébként milyen céllal rendezitek meg ezt a programsorozatot? Ugye 2018-ban adták át a megújult Lipici Lovas Központot, és az elmúlt években az volt a célunk, hogyha már van egy ilyen mondhatni világszínvonalú komplexumunk, akkor felvegyük a versenyt a legnagyobb európai versenyekkel. És itt Közép-Európában a lovasport, mint versenyrendező zászlós hajójaként szeretnénk részt venni, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt évben több mint 2000 ló érkezett Szilvásváradra, több mint 20 országból, úgyhogy ez az elképzelésünk szépen lassan igazolódni látszik. Legfőképp azért is, mert ugye 2024-ben világbajnokságot, négyes fogadhajtó világbajnokságot rendezünk, úgyhogy ez az idei fogadhajtó verseny is egy tesztverseny ennek a megmérettetésnek. Magyarország hol tart egyébként ugye a lovasportok terén? Ugye ez szakáganként változik, de még mindig a fogadhajtásban vagyunk a legelőrébb. Kettes fogadhajtásban a tavalyi világbajnokságon mind egyéniben, mind pedig csapatban is világbajnokok tudtunk lenni. A szilvásváradi fogatunkkal múlt hét elején érkeztünk haza a világ egyik legnevesebb versenyéről, Aachenből, Németországból. Itt csapatban ötödik helyet sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy ez azért is nagy eredmény, mert több mint 20 éve volt utoljára a szilvásváradi fogat ezen a helyszínen. Úgyhogy ismét mint résztvevő is bekapcsolódtunk a világ lovasportjának a vérkeringésébe. Azt jól tudom, hogy a világ második legnagyobb ménese a tiétek? Így van, az első háromban vagyunk. Hogyha lovak egyetszámát tekintjük, az erdélyi fogarasi ménes és a Szlovéniában fekvő lipicai ménes mellett. És egyébként mely fajta tenyésztésért vállaltok felelősséget? Ugye itt Szilvásváradon a lipicai fajtáért vagyunk felelősek, a Körös-hegy mellett elterülő Maroz pusztán pedig a gidrán fajtát őrizzük, képezzük és tenyésztük természetesen. És hogyan épül fel majd maga a programsorozat, milyen versenyszámok lesznek így az egyes napokon? Ugye a fogadhajtás az egy három versenyszámból álló szakág. Első nap a díjhajtást tekinthetik meg az érdeklődők, a szombaton jön a leglátványosabb része a maratonhajtás, vasárnap pedig, ahol minden eldől és el is veszhet a versenyzőkbe az akadályhajtás, de a fiatal fogott lovak világbajnokságára készülve a holnapi, a szerdai nap folyamán egy kvalifikációs versenyt is tartunk erre a világbajnokságra. Ez egy speciális elbírálású versenyszám egyes fogatok részére. Vasárnap pedig oly sok év után megtartjuk a hírességek fogadhajtó futamát, ami az akadályhajtás végeztével és az eredmény hirdetés előtt kerül megrendezésre, olyan fél öt óra környékén a vasárnapi zárónap során. És a helyi erők egyébként mekkora esélyekkel indulnak most ezen a versenyen? Én bízom benne, hogy nagy esélyekkel. Úgy gondolom, hogy a négyes fogataink, ifjabb Galbács Ferenc és Váci István, hogyha az égék is úgy akarják, akkor ott lehet az első helyezések környékén. Egyben világbajnokságra is készülnek, a római világbajnokságra. Lázár Zoltán világbajnokunk itt kezdi meg idén a szereplését, de azért ezt nem szabad elfelejtenünk így az esélyletolgatásoknál, hogy a világ legjobb hajtai közül is érkeznek, úgy, mint a holland Kozderonde, vagy a svájci Jérôme Buta, az velük mindenképpen számolni kell. De én úgy gondolom, hogy a hazai pálya légkörét és előnyeit kihasználva ott lehetünk a dobogón. A kettes fogadhajtom Dani Marcel, és én úgy gondolom, hogy ott lehet, és a csapatversenyben Marcellel és Penzer Lászlóval én is indulok az országos bajnokságban a csapatversenyben, úgyhogy hála Istennek egy népes szilvásváradi mezőnynek szurkolhatnak a kilátogatók. És ha már említetted, hogyan készülsz egy ilyen megmérettetésre?
edzőeztetésre? Ugye megvan egy hétre előre a lovaimnak az edzésterve, a Vászi István válogatott fogadhajtónk segít, de a munkám mellett a segédhajtómra ifjabb Horváth Róbertre is támaszkodok, mert amikor utazom vagy úton vagyok, akkor ő hajtja a lovaimat, úgyhogy ez így nekem nagyon nagy segítség. De hogyha tehetem, inkább akkor kevesebbet alszom, vagy azt az időt a lovakra fordítom, és akkor úgy fel tudok készülni jó esetben a versenyekre. Mi számít minőségi időnek a lovakkal? Hogyha nem edzel velük, akkor hogyan létesítesz velük kapcsolatot, bármilyen kapcsolatot? Hát én úgy gondolom, hogy ha az etológiai, vagy a lelki részét nézzük, akkor hogyha nincs is az embernek tevékenyen foglalkozni velük, az, hogy bemegy hozzájuk egy pár percre az istállóba, azért megismerik a gazdájukat, megismeri az embert, úgyhogy az mindenképpen pozitívum, hogyha tényleg nincsen minden nap ideje az embernek, de... De nekik is szükségük van, meg neked is, nem? Oda-vissza. Hát nekem biztos a másik feléről ők tudnának nyilatkozni. Legközelebb őket hívjuk be. De ez is a lovak karakterétől függ. Vannak olyan lovak, amik nagyon kötődnek az emberekkel, szeretnek velük dolgozni, szeretik a társadalmukat, aztán közöttük is vannak. Idézve ebbe antiszociálisok, akik nem biztos, hogy örülnek, hogyha ilyen szinten foglalkoznak velük, bár azokból a lovakból nem is lesz élsportoló, úgymond, mert hogyha egy ló nem akarja húzni a kocsit, vagy nem akarja az ugrásokat megugrani, akkor nem lehet nekik sem erőltetni. És a programok mennyire lesznek egyébként családi jellegűek, gondoltok a kisebbekre? Így van, gyakorlatilag 5 évtől, vagy amelyek kisebbektől, 100 évesekig mindenkit szeretettel várunk. Lesznek lovas bemutatók is, úgy, mint az egyik legnagyobb büszkeségünk a szilvásváradi lovasszornacsapat, ahol 5 éves kisgyerekektől egészen 20 éves korúakig a 90%-ban a szilvásváradi általános iskolából, vagy már az idősebbek alkotják ezt a csapatot, és gyakorlatilag ez egy toborzó is, mert folyamatosan van felvétel hozzájuk az edzésekre, ők is évről évre ezeken az eseményeinken bemutatják a tudásukat, de idén egyébként már versenyezni is elkezdtek, nemzetközi bírók előtt is, úgyhogy tényleg nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ugyanúgy meg fogja mutatni a lova saját képességét Mikó Tamás, ménes mesterünk is, aki tegnap előtt 4. helyezést ért el az országos bajnokság döntőjében, ami szintén egy évtizedek óta nem látott eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fogadhajtáson túl is színes programokkal, eseményekkel várjuk a látogatókat, a díjátadásokon, a tavalyi évhez hasonlóan a Honvéd Huszár Díszszövetség tagjai segítenek nekünk, úgyhogy, és hát több szakmabeli is a kiállítók között lesz, kézműveseket is várunk, úgyhogy gyakorlatilag legfőképp a szombati maratonnapon egy kisebb vásárral is készülünk a látogatóknak. A lovaglást is minél korábban kell elkezdenie valakinek, hogyha sportoló szeretne lenni, vagy ezt bármikor el lehet kezdeni? Hát természetesen bármikor, de csak úgy, mint a többi sportnál, azért minél fiatalabb valaki, annál könnyebben tanulja meg azokat a mozdulatsorokat, azokat a szabályokat, úgymond, amelyekkel elsajátíthatják a lovaglást, de... De mióta üdvöd? Hát, ja, hál' Istennek nem is emlékszem rá, mert olyan másfél-két éves voltam, édesapám itt magával mindig a nyereg előtt, édesanyám legnagyobb örömére, de... Jaj, lenne este az a gyerek! Hát valószínű voltak ilyen megjegyzések, de most ugyanezt csinálja, hál' Istennek, az unokájával, az unokaöcsémmel. Visszatérve, 6 éves koromban már önállóan lovagoltam, és nem is lehet elfelejteni, úgy, mint az úszást vagy a kerékpározást, de ismerünk olyan olimpiai bajnok sportolót is, egy írlovast, aki Kian O'Connort, aki már 30 éves elmúlt, amikor elkezdett lovagolni, és hát azt szokták mondani, amíg az egészség engedi, egy embernek addig nyerekbe tud ülni, vagy átülni a bakra, a lovak mögé. 72 évesen is indultak már olimpián a díjlovas szakákban, úgyhogy én azt mondom, hogy sosem késő elkezdeni. Hogyha valaki nehezebben ül lóra, vagy tényleg már abban a korban, akkor még a fogadhajtást attól még bátran tudom ajánlani, mert azt szokták mondani, hogy egy bizonyos kor után a nyerekből át kell ülni a bakra. Mondjuk én ezt már fiatalon megtettem, de sokan erre kivárnak.
Egy kicsit más vizekre evezve, ugye nemrég kötöttetek egy együttműködési megállapodást az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel. Ez mit foglal magába? Ugye az országon belül számos egyetemmel, agráregyetemekkel legfőképp, vagy az állatorvosi egyetemmel is van ilyen együttműködésünk, valamelyikkel már évtizedek óta, de én egy hiányosságnak éreztem, hogy a hozzánk legközelebb fekvő egyetemmel nincs még ilyen megállapodás, annak ellenére, hogy van több olyan szak is, aminek a gyakorlati részéhez segítséget tudunk nyújtani, és olyan élményeket adni a hallgatóknak, amelyek akár a későbbiekben a karrierjük során a segítségükre tudnak lenni, de én úgy gondolom, hogy már most az én felelősségem és a kollégáim felelőssége is, hogy a következő generációkat kineveljük, és ehhez a munkához a magot így tudjuk elvetni, hogyha minél többen ellátogatnak hozzánk, mint gyakornokok, akár duális képzés során is, gondolok itt a lovas turisztikai szakok mellett a gyógypedagógusokon át egészen még a lendő média szakemberekre is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha már csak pár százalékuknak egy olyan irányvonal tudom mutatni, hogy a lovas ágazatban képzelik el a jövőjüket, akkor már megérte ez az együttműködés. És úgy tudom, hogy szaktól függetlenül gyakorlatilag mindenkinek lehetőséget biztosítotok, hiszen a kötelező testnevelés órákat is letölthetik nálatok. Így van, meglátjuk, hogy szeptembertől lesz rá érdeklődés, bízom benne, hogy igen, és emellett a nemzetközi versenyekre visszacsatolva oda is várjuk a gyakornokokat, és hogyha jól tudom, még mindig van az egyetemeken a kötelező gyakornokságnak a letöltése, és ebben is tudunk természetesen segíteni, de ezen kívül például a 2024-es világbajnokságra egy logópályázatot írtunk ki. Közösen az egyetemmel most érkeztek be a pályamunkák, több mint 10, és a szakmai zsűri majd augusztus végéig fogja eldönteni, hogy melyet válasszuk az emblémájának a 24-es világbajnokságnak, és a római világbajnokságon már szeretnénk is ezt promotálni, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól indult ez az együttműködés. Én őszintén nagyon sok sikert kívánok a versenyhez, és remélem, hogy minél többen kilátogatnak majd Szilvásváradra. Szívemből szóltál. Ugyanezeket kívánom én is, és köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál.